Annak nagyon szívből gratulálok, hogy óriásit küzdöttünk, és kár azért a pár eladott labdáért és kiadott helyzetére, 29-26-as vereség, ugyanakkor azt gondolom, hogy még egyáltalán a nem lefutott kategória. Ez így van, itt az utolsó, én azt mondom, 5 percben fáradtunk ki, azért ők fizikálisan sokkal erősebbek voltak, mint mi. Igen, az a sok eladott labda is benne volt, hogy nagyon sok üres kapus gólt tudtak szerezni, hogy könnyű gólokat, és igazából ők ezért is bírták jobban a végére szerintem. Abszolút ez a védelmek csatája volt, hiszen a felállt fal ellen sokáig volt, hogy egyik csapat sem nagyon tudott mit kezdeni. Igen, én azt mondom, végre összeállt egy kicsit a védekezésünk, és én azt mondom, hogy egy ilyen Rosztov ellen szerintem ez nagyon jó dolog, hogy így 55 percen keresztül szinte stabilan tudtuk tartani magunkat. Sőt, vezettünk is, sokáig volt nagyon X is, tehát azért ebből a meccsből bőven tudunk kiindulni, hogy a visszavágó akár nekünk legyen kedvezőbb. Ez így van, nehéz lesz, de meg fogunk mindent tenni, hogy 4 góllal járjunk.